Ja, de az a földön nem tud játszik. Lehányt! Te jó ég, mi ez? Lehányt! Szellemek! Az orbitot! Szellemek! Isten, meghalok! Szellemek! Hellosztok! Sziasztok! Én most elküldöm az üzenetet a földön kívüli anyahajómnak. Te anyahajódnak? Hol tartottunk? Jó napot! Egyébként így most dupla beacon. Na menjünk, milyen, ez itt beacon vagy mi? Menjünk meg a vadászatra. Nekem itt van a jelem, mindegy, szóval délfelé kell menni, de rohadtul fekete területen van. Ez volt a jeled az obiba? Mi? A dupla beacon? Igen. Nem a nagát akarjuk megkecsmeríteni? De! Menjünk, induljunk el annak a felé. Arra. Tehát fekete területen van, nem? Nem. A nag... Ja, hogy át kéne menni itt a swarmon. Uh-huh. Akkor meg kell kerülni erre. De az a gáz, hogy a nag... Ja nem, itt már nincsen... Ó, megvan. Itt már nincs particle. És itt megválasz titeket. Nekem össze-vissza forog a karakterem a térképen. Azt tudom, most jó irányba megyek-e. Hol a nagai? Nem látom. Már meg fog idéződni. Meg. Hát akkor menjünk. Jó. Andi is... mély rajként berepül. Hát akkor ez itt könnyű lesz, hogy van egy érzésem. Ilyen nagát kivételesen már győztem le. Nézd már, ott van valami kis iző. Mi ez itt? Ah, megöltem. Ajajaj. Hát akkor... Hello? Ez olyan, mint Bence, mint te, csak nagyban. Wow! Hát tényleg ez az én ikertestvérem. Itt egy kis kutyus! Szerbusz bátya! Mi a helyzet? Itt egy mops! Ne! Megölte a mopsot! Gyere! Megölte a másikat is! Ez a Bence, én vagyok az apád. Nem! Te nem lehetsz az apám! Ennyi volt, megdöglött. Ott van egy trófeánk. Ó, várjatok emberek, kíváncsi vagyok. Ó, itt van a Bud Spencer Shader szponzor. Emberek, megkapta bárki is, vagy le van tiltva alapból a... Mi? A mobok le vannak tiltva? Naga trófi. Szóval ezt kell összeszedni ahhoz, hogy más területeket is fel tudjuk oldani. Ja, achievement alapján nézi? Igen. Hogy hova mehetsz be. Akkor mindenki jól fogdossa meg. Scale. Aha. És ha és kirakom akkor... a falra, akkor ilyen szép lesz. Hol egy fal? Itt egy fal. Ja. Ezt azért vigyük magunkkal. Oda tesszük majd a zséd a fejem elé. Jaj, hogy a mint vendég szereplő? Ott egy kiwi. És most már tudunk menni a lichhez. Az a... Á, mondjuk logikus, az is egy könnyű. Na akkor lichvadászat folytatódik. Merre van éjszak? Az erre felé van akkor. Mennyi gomb? Annyira szépen néz ki ez a hely. Tényleg olyan jól néz ki. Ti most akkor repülőmobok vagytok? Várjatok meg! Hello, Bence? Húbri! Milyen kis pinty! Nézd meg! Teru bozó most se végzi jól a dolgát. Tehát messze van ő. Hát de attól még elállíthatná ezt az esőt. Hát mókus! Te gyönyörű! Mókus! De most volt. Miért tölted meg? Ez annyira szép. Jön, amit vagytok mindenki. Most már én leszek a mókus. Hát de te nem leszel olyan szép, mint az. Csak én rosszul, az mi? Pusztítjuk itt a benszülött állatvilágot. Már kérlek szépen gyűjtjük a Pokémont végre, itt egy holló. Na jó, amivel be lehet ásni, csak simán. Mhm. Fogok tudni repülni végre. Ó, jönnek belőle a silverfishek. Jaj, ne! Ó, itt egy rémálmok! Kos. Miért rémálmok? Ilyen nem se volt még. Hát, amikor voltunk a... Melyik az a... Ezek repülőkönyvek. Ja, igen, vannak olyanok, hogy csak nem bementetek már. Hát de most törtünk be. Szélén jó. Vagyunk. Akkor jövök utána, tök jaj, ne! Meg. Mi ez? Terjed itt ez a fekete szar. Jaj. Au. Te. Bence, kérlek. Bocs, nem tudom, mi valami fekete bejött. Jó, én is visszaváltozok valami. Te, ez ijesztő, úristen. Úristen, mennyi van itt? Jaj. Könyv azt tud repülni? Mármint maga a mob? Nem tudom. Hova? Olyan nekem is jól jönne egyébként. Te itt van bőven. Van bőven spawner. Au. Au. Vagy lesz-e még fönt? Biztos lesz. Most elindultatok fölfele?
Hát itt középen járunk szerintem. Egyébként, hogyha nem lennék ilyen szuper jó tudcaink, akkor ez kifejezetten nehéz hely lenne. Annyi minden ellenfél van itt. Folyamatosan. Ó, itt egy könyv, ez valaki? Nem csúrunk... Én nem vagyok könyv. Nem csúrunk könyves polcot? Jó, akkor ezt a könyvet megszerzem magamnak, ez az. Vigyük el a bázisra, vagy hova? Könyves polcot? Annyi könyves polcunk van, mint a fene rózsaszínek, emlékeztek? Ja, de itt a Twilight Forestben nincsenek. És Dobby sor, amit legalább valami enchantott könyvet, ez a könyv. Nem baj, lehet, nem kéne, csak megszólalt belőlem a régi survivor-özgetős lapkodós ösztönöm. Aha. Értékes könyves polc értéket vinni kell. Aha. Ah, mennyi nem? Amúgy már itt a lich emberek, úgyhogy jaj, nem jó. Megidézted? Túl közel mentem volna. Aha, kis farkáj, te. Jó, hát akkor... Ó, te! Ajaj. Mi az Isten? Egyébként mi a titka a pajzsok? A pajzsait kell eltalálni azokkal a... Ja, tényleg. Amiket mi az endőrpörlen, igen, lő. És azokat, amiket és ezek az, a segítői lőnek... És gondolom karda jobb gombbal kell. Igen. Varus. A hollona? Nincs kevés élete? Biztos jó az, hogy van? Jaj, itt szó! Visszavonulás. Csak a Varus támadják. Ja, most már engem. Hogy tudok, de hát, ha nem tudok enni, akkor... Ja, magától jól regenerálódik. Bal gombbal, igen. Még egy. Jó. Már csak egy? Twilight Lich. Twilight Bitch. Legyőzzük. Taglife. Hopp! Na megdöglött. Lehet csapkodni? Ó, ilyen exkluzív ajánlat. Hoppa meg. Mik ezek a zöldek? Zombi. Hát jó, rájöttem, de azok nem ilyen zöldek szoktak lenni. Óha. Jaj, bocsánat, téged megtelek. Meg hát, megdöglött. Van egy Golden Helmet, Protection-ös. Lich Trophy, jaj, Bitch Trophy. És ez is adott Bud Spencer Shader szponzort. De amúgy ez mi az a Bud Spencer Shader szponzor? Tudod, a Slime-os szigeten, amikor megtaláltuk, és akkor... De miért neveztük-e Bud Spencer Shader szponzornak? Vissza kell nézni. A Lich Trophy-t átdobod? Aha. Jaj, itt van. Én meg azt a rúzsaszín videót kérnem, az is oda sem mentett? Nézd csak, ezzel lehet így lőni. Úristen, belagadt! Igen, ne használd el! Belagadt, nem tehetek róla. Igen. Igazából a másik lichet is megölhetnénk még, mert ugye háromféle fegyvert dobnak. Uh-huh. És miért jók nekünk ezek a fegyverek, mert jól néznek ki? Vagy ezek most már tényleg valamit nem valamit? Lehet ők kinézni minionöket, nem? Hát ezzel csak lőni lehetett. Ezzel rendőrpörleket lehetett lőni. Itt wow. Egy exkluzív évjáratú lich minion. Deathdom leszek, mert olyan kedvem van. Sugárzik belőlem a tudás. Ó, én kaptam meg a licset. Ó, milyen szép nagy darab. Ó, egyik kezedet tedd már le, hogy party time van. Nem tudom, ez állandóan partizik. Put your hands up in the air, put your hands up in itt the air. Itt mond a vak DJ. Mindenki ismeri a viccet, úgyhogy nem mondom tovább. Mit mond a mi? Itt mond a vak DJ. Mit mond, nem ismerem. Nem látom a kezeket. Aha. Jéj! Megnézzük meg akkor azt a másik lichet? Aha. Jó, csak akkor engem vezessetek, mert én abszolút nem látom a térképet így. Nyuszi. Aha. Gyertek. Rohadt, teru bozú, de utálom. De egyébként nem esett ennyit mielőtt megcraftoltad, szóval... Hát én lehet, hogy nem tudom, lehet tényleg a bal szerencsét hozza ránk, de... Be kéne vágni egy vulkánba, hát ha jobb lesz úgy. Direkt ezért hoztam át ide erre a világra. És erre ez a szerencsétlen teruterubozó itt se teszi a dolgát. Nem kell adni neki valamit ilyenkor? De adni kéne, de elvileg csökkenti magától is. Emlékszel, volt amikor rögtön elállította az esőt. És most így rábízod? Hát, bízná nem, az ember. Föl kell venni és le kell rakni és úgy. Ez mintha nagyobb lenne. Az oldalszobákban egyébként van valami értelmes tudva, csak jól néznek szokott ki. Szokott lenni. Szóval itt van egy legendari. Na jó, én behatoltam. Szeretnétek jönni? Aha, megyek. Végre van nekem is fegyverem. És kérsz bele töltényt? Micsoda? Töltényt kérsz bele? Mi oldalszoba? Szerintem van nálam négy energy pack. Az jó. Emberek, itt állok. Hol mentetek be? Az egész cuccnak a csúcsán állok. Én fölülről megyek be. Én ástam alul egy lyukat.
Akkor nem vizsgáljuk át ezeket a szélső szobákat. Igen, amúgy itt sokkal több szoba van. Ezek itt van, itt találtam egy poke spawnert is. Ez jobban fel van építve, mint a másik, szóval itt lehet, hogy találnánk olyat. Hát akkor én elindulok föntről. De már meg is idézted a licset. Hát most előbb-utóbb úgyis meg. Áó, valaki idő. Hát pörögjön. Itt az oldalsó szobában... Ó! De igazából ilyen mobokat azt látok, de... Úr, Isten, mennyi pók! Áááá! Ládák vannak. Hiszen megmurdeltem őket itt. Ilyen rejtett ládák, vagy... Aha. Van, amilyen könyves polcetején van, meg ilyesmi. Igazából a szobától függ. Itt látok könyves polc. Tényleg van itt egy a könyves polcetején. Ó, és ebben már potik vannak. Például a mérgező poti, de az mondjuk minek. Az értékes. Tényleg nagyon haragosak ezek a kötelező olvasmányok. Hát nagyon rosszak. Azért van közöttük jó is. Igen? Amelyik nem támad? Hát... csak azt lemad, amelyiket nem olvasod el. Jaj, szóval jaj. Úgy látom, hogy ti nem olvastatok el túl sokat. Ez... A kedvencem volt az összes. Hello? Emelj ki egyet, ami különösen tetszett. Nem is tudom. Nem akarok választani, megbántanám őket, és aztán a többi rám támadna. Glitch, ez fönt van. Na itt vagyunk a tetején szinte. Jaja. Látom, te is, akkor menjünk. Próbáljunk. Érték, te egy érték. Hello, Glitch, mi a helyzet? Mindenki könyv? Én nem vagyok könyv. Én sem. Jól van. Ha. Ja, akkor ti már fönn vagytok, azt hittem, hogy könyvek, amik jönnek, azok ti vagytok. Mi már Glitchezünk. Gyere, Glitch, támadj, lőj, te kis szemét, te. Na, egy pajzsa kevesebbje. De nem akar meglőni. Itt célozni is kell? Hát, nem árt. Mert ugye nem ő lövi őket, és rá kell lőni, szóval... De ő is lő. Engem valahogy ignorál, mintha itt se lennék. Most csak Bencét szereti. Nem lehet, hogy rááll egy emberre? Nem múlt, de, de. Ezt ki? Hello. Na? Egyébként majdnem eltalálta valaki. Kérlek, megint kicsit kéne hílelődnöm itt. Bakker! Nekem is most már muszáj hílelődnöm egy picit. Meg jó, hogy hoztam egy potit magammal. Vagy hát találtam itt. Kifejezetten érdekesek a festmények. Például ez. Ez egy nehezebb licsi, mint az előző. Miért? Na, emberek, van egy pánik szobám. Ahonnan... Pánik szoba. Kínai írásjeleket sírok lefele nektek. De ezt teljesen tisztán eltalálta, nem értem. Oda föntre ástad be magadon? Hol van? Én itt hatoltam be az épületbe. Mondtam, legtetején ástad magának egy lyukat. Na már csak egy pont. Ez az, végre. Na, akkor innentől közel lehet csapni. Yep. Öljük meg ezt a kis partizós állatot. Ennek egyébként más? Más a keze egyébként, vagy... Come on and dance. Az előző ilyen kéket tartott, ez meg ilyen pirosat. Aha, meg is halt. Hol van? Na ott a rózsaszín tudsz, amit mondtam, látjátok? Igen, ez volt a Bud Spencer Shader szponzor. De ez mit csinál? Mert nálam már zöld valami van. Nem tudom. Ó, egész jó kis arany cuccokat kaptunk, bár Epic ennél már... Epic Shader röbbeg. Ennél már a Rublai Dungeonben jobbokat szereztünk. Ú, viszont nekem elég lement az energiám, nem tudom ti, hogy vagytok vele, én 67%-on vagyok. Az még sok mindenre kitart. Az nem alacsony szerintem. Én kihatolok a behatolási helyemen. És van itt a közelben még egy nagy Hollow Hill. Hollow Hill. Igen. Hol? Melyik égtáj felé? Nyugat felé. Egészen, nyugat felé. Egészen a pálya szélére gondolsz? Igen. Kis púpos. Jó, akkor menjünk azt oda. Azt még megnézhetnénk esetleg, és akkor... Hogyha ott kibányáztuk magunkat, akkor majd megyünk tovább a nos, következő részbe. Én elindultam észak-nyugat felé. Egész én, közel van. És nem tudom, hogy jó irányba megyek, vagy sem? Ó, én már látom. Aha. Ó, jaj, felőtt. Szép, nagy. És van ennek egy bejárata is itt? Akkor mondom, amit kéne bemenni. Ó, találtam ilyen befőtt
Mi az? Ötös gumit, nem, vagy befüttes. Nem, befüttes, Szent János befüttet. Az van itt bőven. De szép ez de, a hely. De hogy ki volt itt, aki berakta őket a befőtbe? Mert nem hiszem, hogy úgy nőnek a fákon, hogy befőtbe ők van. Maguk mentek be, hogy jól nézzenek ki. Ez a licsnek a botja az azért van itt a földön. Licsnek a botja. Itt aztán vannak különböző lények. Bent? Ó, oh, te jó ég, mi ez itt tényleg? Én szokás szerint behatolok föntről. Ezek mik ezeket, amiket most megöltünk? Úristen, slime beetle! Hogy néz ez ki? Oh! Jaj! Kis bányászok is. Az emberek, nekem nincsen... De azt a rohadt! Ez hogy néz ki? Jézusom, megvan az új kedvenc mobom. Mutasd. Ez mekkora királyom néz ki? Slime beetle? Aha. Ez zseniál. Erre emlékszem. Hát ez olyan hülyén néz ki. Tud valaki nekem adni... Nekem jelenban. Tud valaki adni... Hello. Oh. Bence, úgy de szeretnétek ti az Erebus dimenzió modot. Nem és tudom, az melyik. A izetlábok dimenziója. Az tényleg mekkora poén lenne már. Na, tud valaki adni fákját? Nálam van, igen. Tessék. Ó. It's raining fákja. Halleluja. Ott egy újabb beetle! Köpköd! Na, az nekem kell. Elfőtt megint a manám. Hello. Hello. Slime. Ez tényleg elég nagy. Ott szellem az, akinek mászik az fent. Fire beetle, te. Ó, oh, pakker. Előfordulhat. Milyen hülye hangja van ilyen. Legalább tűzálló a fire beetle? Igen. Persze, hogy az? Ó, zseniális. Ha, még a csímedet is adott érte. Nézzünk lootot. Ironwood pickaxe. Ott van gyémánt. Ironwood pickaxe. Minden van itt. Minden van. De jó ég. Jó lenne figyelni, hogy merre jártunk még, és merre nem. Mi az a transformation powder? Nem tudom, de el... A transformation powder az ahogy a Twilight Forest-es mobokat át tud változtatni a sima világ mobjaivá, és... De jaj. Aha, akkor például a creepert. Nem, a passzív mobokat. Ja, ó. Tehát például a... Tehénből lesz szarvas például. Oh. És a bárányból meg a rem. Igen. Ó, majd egy szivárványos... Majd egy szivárványos remet. Bakker! Egy creeper spanner bizonyára. Azt a mindenségi tudom, hogy képzelt ezt? Charm of life, mit tud? Szerintem az megment, hogyha meghalnál. Hogyha nálad van. Ez olyan, mint tudod, az 1.11-es sorozatunkban a Totem of Never Dying. Igen. Orb mágnes. Meg itt is egy Charm of Life. Yay. Kis szívecske. Áh. Nem tudom már mit tegyek le. Mi a... Hagyjatok már békén. Mennyi beetle. Beetle. Jajajaj. Sorra jönnek itt. Úgy hiszem, hogy gyémántokat ki kéne szedni. És ezzel az orb mágnessel... A nagy orrokat magamhoz tudom vonzani? Igen. De én... Ne folytasd, de igen, nem. Ez nem olyan, hogy de az a földön nem tud játszik. Lehájd! Te jó ég, mi ez? Lehájd! Szellemek. Az orbitot. Szellemek. Isten, meghalok! Szellemek! Te jó ég! Bence, csak csillapodjál lefele és legyen chill, oké? Hát ez még durvább, mint a lich, a bitch. Nem lehet, hogy a csillapodni azért csillapodni benne van, hogy chill. Lehet. Voltunk hát. Hú, ezt túléltem. Valaki itt vagyott egy chestet. Fú, itt aztán amúgy azt lehetne bányászni rendesen. Hát van itt minden. Mi franc az? Csomó tritánium is van. Mystical powder az kell nekünk? Jaha. Olyat dobál ez a szellem. Azt nézem, én is itt van a gyémánt. Ó, ott is. Hűha. Leesett, nem tudom, hogy valaki felszedte. Nem, ott van lent. Meghagyom neked, én megyek arra a másik gyémántra. Ezek a hangok. Nem volt jó. És el kéne pakolnom. Backpackbe. Gyémánt! Jó. Na, nem tudok mit felvenni. Ja, hogy ne, de legalább hoztál magad a backpacket. Találtam egy levelet, kaptunk egy levelet. Megint? Feled megint biznisz. Valami átverés? Igen, valami feled biznisz fontos. Andi, adok neked gyémántot, jó?
Emberek, a borítékban volt egy... Ott van mögötted. Ja, nem, csak úgy nézett ki, mintha lett volna benne egy darab szén. Kaptam egy darab szelet a borítékban. Nem, amúgy nem csak, csak úgy nézett ki. Na, ez így nem állapot, kérem. Ez így nem állapot. Miért van itt ennyi skeleton? A skeletonok elég idegesítőek valóban. Ja, főleg hogyha, de csak azért, mert androidok vagyunk. Igen, igen. És elég idegesítő, hogyha... Hú, mennyi gyémántok szóval... van. Ez tök gyönyörű, nézzetek szét, nézzetek fel, agy, ah, ezek a nagy terek, rengeteg érce, ó, oh, nagyon szép. Hú, mennyi gyémánt van ott. Bence, a végén meg elhiszem, hogy jobban szereted a nagy tereket, mint a farmokat. A miket? Farmokat. Imádom a nagy tereket. Jó, hát akkor és mindig... a farmokat? A farmokat még jobban. És a farmokat nagy térben. Hú, ne, egy föld alatti farmot, úristen, na maga lenne tökéletesség. Itt egy gyémánt. Ha, oh, leesett. Ja, hogy te már fölmentél azért tessék a gyémántja. Itt van. Oh. Ó, oh, te meg a gyémántokat szereted, úgy látszik nagyon. Hát ez kell. Ott van még. Csak nagyon magasan. Ó, oh, tényleg. Nem mondjátok, hogy egyszer sem szedtem össze a kibányázott gyémántokat, mert tele volt az inventory. Bugi igazából 3-4 darab, tehát... Bugi. Mindegy. Hello, hello. És több helyen már nem is látok, mi? Ott hol voltam úgy? Mögötted! Ja! Ó! Oh, egy kis cseles! Ó, ez nagyon aranyos volt. Viszont arra is van még, nézd, csak ott... sunyiban. Hol? Ott, arra, merre nézek, meg itt is. Ezt felszedted most akkor? A 11 darab van nálam. Az jó. Hmm. Nem tudom, most akkor ezzel felszedted-e vagy sem. Én sem. Ez csak, ú, ez de jó érzés lesz ez most. Bam! Szedj a szeret, jaj, de... Ó, tényleg ott is van. Ó, oh, mennyi milyen? Szén. Ó, oh, meg a szénét vagyok úgy oda. Találtam living rootot, itt lóg a plafonból. Hú, mennyi izé van itt smaragd. Varrusz, ha ezt látnád. Ó, ah, mára vagy, mára vagy. Rengeteget találtunk. Mára vagy. Itt fönt a plafonon. Azon való. Te aranyból építkezel? Már nincsen más. Jézusom! Hát ez zseniális. De egyébként viccet félretéve. Gyémánt! Igen? Viccet félretéve hol vagytok? Fönt a plafonon. De nem láttak a térképen. Ne! Oh. Na most már látlak. Ez szép nagy esés volt, Andi. Túléltem. Na akkor gyémánt. De hol vagy? Itt kéne lássalak. Hát én most leestem, úgyhogy én most egyáltalán nem vagyok ott. Hm, nagyon kiszerem ezeket az aranyokat, amiket ide tettél. Meg akkor leugrok hozzád. Elméletileg itt vagy előttem, de most nem látlak. Hello. Ja, most csak felrepült. És csak mi van itt? Rockhive. Jaj, ne. Ez mi? Ja, ez Bence. Diamonds to you. Hm. Ott vannak még emeráldok is. Hmm. Ezek itt kellenek, Varus? Persze, hogy kellenek. Jaj, ne zombi. Jó, de az emeraldokat se szedtem össze a legelső alkalommal, csak már is vagyok. Na jó, hű, szerintem ezt eléggé kiszedtük. Ja. Szerintem totálisan. Jó is az így zárásnak, úgyhogy... Itt egy Enderman. Na szóval egyelőre ebben a részben erre jutottunk. Megnéztük akkor ezt a egy nagát, meg a két licset. És következő részben akkor további dungeonokkal folytatjuk? Aha. Ja. Mik következnek? Andit elküldjük a pokorra először is. No. Na hát akkor viszlát, emberek. Hello. Hello, sziasztok. Vas. Egy creeper. Ja, az se rossz.